Sziasztok! Eged Andor vagyok az Eagro Kft-től, és gazda riportunk újabb részét látjátok nem sokára, illetve most, mikor is a Makádi Mezőgazdasági Kft-nél járunk, ahol egy tavaszi gépbeszerzés kapcsán egy Healthy 8 soros rugós kapás kultivátort mutatok meg nektek, ahol egyébként most napraforgó másodvetésben kultivátorozunk. Ugye, ahogy említettem, ez egy 8 soros kultivátor, rugós kapákkal, hosszába vonható verzió, 1600 literes tartállyal, 1600 literes műtárgya tartállyal, jelenleg műtrágyát most nem juttatunk ki. Öt sorban vannak öt rugós kapa van fönt egy kocsin. Lánchajtással kapja a műtrágya adagoló a meghajtást. Erről a kerékről, támasztókerékről. És most Szilárddal, a cég növényvédelmi szakmérnökével fogunk menni egy kört, és elmondja a véleményét a Healthy kultivátorról. Halló! Halló! Jaj! Na, menjünk egy kört! Nos, itt akkor gyakorlatilag ugye az elején a vontatási lehetőséged, az látom az látszedve, meg hátulról a vontatókerék is, ugye a két oldaláról. Hát igazából igen, mert függesztve, tehát mint ahogy használjuk, úgy hoztuk ki a gépet, hiszen itt vagyunk a közelbe, meg hát így fölösleges. Itt van gyakorlatilag, a háttérben látjátok a telep helyet, de nagyon-nagyon szerencsés, hogy a géppark ott helyezkedik el, és itt már körbe a nagy terület gyakorlatilag. Traktorunk egy Massey Ferguson 7614-es. Akkor ez egy 140 lóerős traktor, ugye? Igen, 140 lóerős. Uh-huh. Mi a tapasztalatod így a tavaszi munkákat követően másodvetésben? Hogy tetszik a 8 soros kultivátor? Igazából nagyon tetszik. Nagyjából egy olyan 120-130 hektárt teljesített a gép. Ennek java részét a fővetésű kukoricába és napraforgóba, ott műtrágyát is szórtunk vele, itt most nem. Mekkora műtrágya dózissal dolgoztok? 100 kg karbamidot szóltunk vele, uh-huh. Hektáronként. Úgyhogy igazándiból jól dolgozott, hát nyilván szokni kellett, már korábban én még nem kultivátoroztam, meg hát pláne nem ekkora géppel, úgyhogy újdonság volt, de igazából könnyű volt megszokni, úgyhogy csak jókat tudok róla mondani. Itt, ahol vagyunk, ez egy árpa előveteményű napraforgó másodvetés. Hát a kollega egy kicsit magasabbra vágta a tarlót, és emiatt, tehát utána a szántóföldi kultivátorral, illetve tárcsázással lett előkészítve a talaj, ezt követte a vetés, és hát itt azért látható a felvételen is, hogy elég hosszú szalmaszálak állnak ki a földből, amik hát egy picit az éjszakai nagyjából 1 mm-es eső hatására megáztak, és nem igazán akarnak csúszni, emiatt előfordulnak rugulások a géppel. Tegnapi nap is ezen a területen dolgoztam, ugyanez volt a tapasztalat, de délutánra, amikor egy picit már felszáradt, akkor egész komoly sebességeket lehetett elérni, és megszűnt ez a rugulásos probléma.
hogy viselkedik a 140 lóerős traktorral egy ilyen 1600 literes 8 soros kultivátor? Hát azért, amikor benne van az 1 tonna műtrágya, akkor picit mozdít az elején, ami nem azt jelenti, hogy hanyag dől, de valószínűleg, hogy ennél kisebb vagy könnyebb gépnél már problémákat okozna. De maga az üzemeltetése az teljesen kényelmes, igazándiból a traktor nem erőlködik vele, sem emelésben, sem bontatásban, és azt gondolom, hogy azért ennyi mind a traktorsúlyban, mind lóerőben szükséges ennek a gépnek a megfelelő üzemeltetéséhez. Eddig 6 soros kultivátorokkal dolgoztatok, mi volt az oka a váltásnak? Igazándiból a céghez került egy 8 soros vetőgép, és hát GPS-es robotkormánnyal vetünk, de azért előfordulnak csatlakozásoknál problémák, és hát ez a 8 sor, 6 sorral való művelés, ez nem mindig volt jó. És a vezetőség úgy döntött, hogy akkor kipróbálna egy ilyen 8 soros kultivátort, ennek hatására került a céghez a gép. Igazándiból ez nem váltja le a 6 sorosokat, hanem kiegészíti. Amiatt is szükséges, mivel hát az idén elég érdekes időjárás volt a tavasszal, és így a három gép együtt tudta befejezni a kultivátorozási munkát, tehát szükség van mind a háromra. Dolgoztok a soros vetőgéppel is, vagy csak a 8 sorossal? Előfordul, alapvetően a 8 soros a fő gép, de az idei évben hát a tavasz miatt, tehát ugye ahogy száraz volt a tavasz, nem nagyon kapkodtunk a vetéssel, a kezdéssel, és amikor viszont el tudtunk kezdeni, akkor meg tudtunk meg gyorsan kellett menni, így az idén a tavaszi vetés körülbelül egyötödét a 6 soros vetőgép vetette. A többi években általában ez kevesebb szokott lenni, inkább ilyen kisebb területeket, amit a nagyobb gépnek esetleg jó, kényelmetlenebb vagy időigényesebb lenne. Aha. Szilárd, egy picit állj már meg, légy szíves. Előre sétálok, hogy meg tudjam mutatni videón a kultivátornak a kapáit. Igen. Szerintem, hogy ha egy 15 métert előre sétálok, utána mögöttem egy 20 méterrel megállsz, az teljesen jó, és akkor utána visszaülök. Picit a traktorból nehezen tudtam megmutatni, hogy hogyan is dolgozik a kultivátor, de egyébként lesz róla 360-as videó is, tehát a 360 fokos kamerával készült videó. És ott majd egészen közelről meg tudjátok nézni. Jó, hát én gyakorlatilag az újabb Gazda Report műsorunkat, vagy videónkat látjátok, néztétek. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a videóba is. Vágatlanul kerül fel a YouTube csatornánkra. És hát ne felejtsétek el, ha tetszenek a videók, akkor nagyon szépen köszönöm, hogyha feliratkoztok. Köszönöm szépen, hogyha dobtok egy lájkot, illetve megosztjátok az adott videókat. És ajánlom szíves figyelmetekbe a többi filmünket is. Köszönöm szépen, sziasztok!